A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Ahogy azt már megszokhatták, kedves nézőink, karácsony tájékán van egy csapat, akiket el szoktam hívni, beszélgetni, és hát azt hiszem, hogy egy jó fél évvel ezelőtt láttam őket utoljára így együtt, úgyhogy most nagyon nagy örömmel köszöntöm a stúdióban Lengyel Zsófiát, Székesfehérvár esélyi egyenlőségi referensét. Szia! Szia, én is köszöntöm a nézőket is, és hát a vendégtársakat is. Itt van velünk Torony atya is. Örülök, hogy megérkeztél. Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Itt van velünk Keller János színművészünk is. Természetesen én is mindenkit szeretettel köszöntök. És Dr. Cserpakovics András polgármester úr is itt ül közöttünk. Köszönjük szépen, hogy jöhettünk, és én is nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy újra együtt lehetünk. Az előző ilyen összejövetelünk az elég vidámra sikerült, nem tudom, mennyire emlékeztek. Egy kicsit ma felelevenítettem, hogy miről beszélgettünk akkor, mert hogy ugye azt szoktuk csinálni, hogy egy ilyen fél éves értékelést nagyjából csinálunk. Most szerintem nyugodtan csinálhatunk akár egy éveset is, mert hogy elég sok minden történt ebben az évben is. De akkor azt úgy zártuk le a műsort, hogy nem mondjuk el, hogy milyen terveitek vannak a jövőre nézve, mert hogy elment a műsoridőnk, mindig annyit szoktunk beszélgetni. Úgyhogy hát szerintem beszélgessünk majd akkor erről is, hogy azok a tervek esetleg megvalósultak-e, amiket szerettetek volna megosztani velünk. És akkor most beszéljünk arról, hogy elsőként, mielőtt még az évet áttekintjük, hogy nálatok Mizu. Na, menjünk sorba. Zsófi. Ez egy nehéz kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy jelenleg egy ilyen kaotikus életmód van, amit folytatok. Igazából nem nagyon érem utol magam, elsüthetném a poént, hogy szó szerint nem látom saját magamat sem már itt a teendőknek a hadában. Egy nagyon aktív, produktív, közlekedős, vándorlós életmódot élek jelenleg, úgyhogy ezek töltik ki így a mindennapjaimat, ugye két állásban igyekszek helytállni, és a tervekre csak így egy picit így beletekintve megvalósult az egyik nagy tervem, úgyhogy így már egy egyesület vezetőjeként is majd próbálok a városban segíteni a fogyatékossággal élő sorstársaimnak. Picit mesélj a munkáról, amit csinálsz, ugye Veszprémi Színházban, ha jól tudom, akkor azóta is, ugye már augusztusban is meséltél erről, hogy akkor kezdesz talán. És hogy az ott milyen az eltelt idő? Így van. Természetesen a Székesfehérvári esélyi egyenlőségi referensi munkakör mellett, amivel járjuk az iskolákat, a héten is 4 napot fogok menni tanítási órákra előadni a fiataloknak. Emellett ugye jött számomra másodállásként a színháznál, Veszprémben a lehetőség. Azóta heti rendszerességgel járok, igazából ingázom a két város között, és nagyon-nagyon jól érzem magamat abban a városban is, és abban a munkakörben is. Ez egy nagyon különleges munka számomra, mert életemben először 30 év után ez nem fogyatékosság témájú. Tehát ebben úgymond nem jelenik meg az esélyegyenlőség, az akadálymentesítés, és nagyon finoman, de úgy beszoktam vallani azért, hogy egy kicsit úgy jól esik, nem csak ebben a témakörben dolgozni és helytállni. Itt a média tanulmányaimat kell megcsillogtatnom, interjúkat készítek a színészekkel, a rendezőkkel, és most már amúgy a közösségi oldalak egy részét is én kezelem posztok gyártásával. Tehát akkor a szintén köztünk ülő Keller János színművésszel is már esetleg interjúztál egyébként? Interjúzni még nem, mi a buszon szoktunk interjúzni egymással. Igazából kaptam is tőle bölcsességeket, úgyhogy én azóta is felhasználom, amit így együtt átbeszéltünk így az életemmel kapcsolatban, úgyhogy így a munkában nem, de szoktunk találkozni a színházban is, de buszon így már többször összefutottunk. De jó. Atya, hát veled nagyon sok minden történt szintén. Igen. Próbáltam, hogy a legfrissebbeket felidézni, azokat a legkönnyebb. Az egyik legfrissebb, ami mondjuk közösségi élmény, hogy nemrég jöttünk meg egy zarándokútról, egy ausztriai zarándokúton voltunk, kint voltunk Máriacellben, a plébániáról egy boszni emberrel. Máriacellben, Linzben voltunk, illetve Melkiapenc és apátságban voltunk, úgyhogy egy nagyon szép körútát csináltunk. Mondjuk azt, hogy Burgenlandon azért kicsit azért nagyobb méretű körút volt, egy nagyon jó kis lelki út volt, és ugye a mottónk az volt, hogy az ige megtestesült, és egy ilyen adventi lelki utat jártunk be, hogy
kerestük, néztük, hogy az advent hogyan jelenik meg az életünkben. Az egyik ilyen téma az volt, hogy az advent a művészetekben, és hogy az Isten a szépen keresztül hogyan közeledik az emberhez, hogyan akar találkozni vele. Azt mondja, hogy advent a találkozásokban, a kapcsolatokban, azt hiszem ez így adja magát, és akkor a harmadik nagy téma az advent az eukarisztiában, a mise ünneplésében, hogy hogyan éljük meg az Istennel való találkozásunkat. Én azt hiszem, hogy nagyon szép, nagyon gazdagító út volt. Ugye ez az, ami mondjuk így a papi oldalamról ilyen friss élmény. A másik élmény, ezt talán lehet, hogy augusztusban is említettem, hogy járok egy házasság és család lelki gondozó képzésre a Sotén, a Mentál Igenés Intézetnek a szervezésében, és hát most így a második fél évünk, hogy van az első tanév második fél éve ilyen most véget, most kezdődik majd a vizsgai összak, de abban igazából számomra az élmény az, hogy igen, lesz vizsga, meg van egy-két beadandó, de az oktatóink se arra fókuszálnak, hogy mi most nagyon diákok vagyunk, és nagyon-nagyon, akkor nekünk most nagyon vizsgáznunk kell, hanem sokkal inkább már kicsit így kollégának tekintenek bennünket, és hogy persze vizsgázni kell, meg be kell lenni dolgokat, de hogy való az egész ehhez való hozzáállás egy ilyen nagyon baráti, kollégiális, és ez nekem nagyon szimpatikus, meg így a családon belül dinamika, hogy a családrendszerekre való rálátás, ez egy nagyon, nagyon izgalmas terület. És hogyha ezt elvégzed, akkor mi lesz belőled emellett? Bölcsember, hogy a jó pap is volt itt, és aztán remélem, hogy lassan egy jó papá fogok válni, de hogy tulajdonképpen annyi, hogy ugye nekem van egy mentál higiénés diplomám, meg egy lelkigondozói szakot végeztem szintén ott a Sotén, és ennek egy ilyen tovább szakosodás, hogy kifejezetten a családházassági kifókusszal van ez a képzésünk. Úgyhogy különlegesebb nem leszek, csak maximum lehet, hogy jobban értek, vagy látok dolgokat majd, amik így körülöttem. Meg ha megkeresnek mondjuk akár családi, vagy kapcsolati nehézségekkel emberek, akkor tudok segíteni. Nekem ez a legfőbb szempont, hogy akkor ezzel is tudok segíteni. Uh-huh. És az egészséget hogy szolgál? Köszönöm. Mert hogy tudjuk azt, hogy azért voltak kisebb gondok, de reméljük, hogy igen. Ugye volt egy ilyen kérdés, hogy az idei évre visszatekintve, hát ugye ez nekem eléggé meghatározta az évemet a tavasz, késő tavasz időszakomat, hogy egy kicsit úgy kényszerpihenőn voltam. Hát ahhoz képest egészen jók, az egészségügyi értékén nagyon jók. Az, hogy a szervezetem hogyan van, az még folyamatban vannak az erősítése, vagy éppen annak az elfogadása, hogy azért nem biztos, hogy már olyan annyira 100%-ba fogok működni, mint ahogy esetleg előtte működtem, de alapvetően a működésem az úgy rendben van. Uh-huh. Úgyhogy jól vagyok. Köszönöm. Jól örülöm vagyok. Neki. Akkor még erről beszélünk egy picit később. Nálad Mizu Jani. Hogyha visszaugrom az időbe, ugye augusztus, amit említettél, azt hiszem, hogy pont évadkezdés előtt találkoztunk. Hát tulajdonképpen azóta folyamatosan próbálok. Volt bemutatóm is már a színházban ebben az évadban. Úgyhogy hála Istennek rendben van minden ezzel kapcsolatban. Ami nagyon-nagyon meghatározó és szép élmény volt, az október hónapban történt. Talán tudják a kedves nézők, illetve sokan Fehérváron, hogy én a színházon kívül is nagyon szeretek találkozni az emberekkel, és általában minden évben minimum egyszer kitalálok valami nagy közösségi rendezvényt. Ilyen volt ez most októberben az Operett napja, amit a Vörösmarty Színház előtti téren rendeztünk meg, és hát hihetetlen öröm és boldogság volt, hogy megtelt a tér, hogy együtt ünnepeltünk, együtt énekeltünk. Én azt mondom, hogy minden színházi előadás egy ünnep, és egy közös találkozásnak az élménye. Most akkor ez hatványozottan mondhatom, hogy annyi szeretetet kaptam ismét az emberektől, ami annyi erőt ad a mindennapokhoz, hogy vissza szoktam gondolni a pillanatokra, hogy mi az, ami ott megtörtént. Hogy kimentem 17:30, és ott volt pár ember. És hogy egy pillanat, hogy bevallom őszintén, megijedtem, hogy 18:00 kezdődik a rendezvény, és hogy lehet, hogy nem is jön több ember, és hogy mi lesz. És így álltam így a színház előtt, és egyszer csak odajött hozzám három hölgy, és hoztak nekem egy szelet csokoládét, hogy ezt egyem meg a fellépés előtt. Ezek olyan pillanatok, ami mindennél többet ér. És tulajdonképpen én azt hiszem, nagyon sokat beszéltem augusztusban a háláról, hogy legyünk hálásak, ugye? Sok mindenért. Szerintem minden nap történik valami olyan dolog, vagy legalábbis én nagyon sokat tudnék felsorolni. És pont
szerintem a legértékesebb és legjobb dolgok az emberi kapcsolatok. És lehet, hogy ez egy napi egy mondat, és az is lehet, hogy egy ismeretlen emberrel. Szóval én azt mondom, hogy gazdagodtam újra ez alatt a pár hónap alatt, és tulajdonképpen azt érzem, hogy egyre több és több erőt és energiát ad a mindennapjaimhoz. Úgyhogy ez volt az egyik fő dolog, ami történt velem. De jó azt hallani. Akkor mondtál is valamit, ugye tanulmányokat akkor fejezted be. Igen. Éppen, és akkor is már volt újabbra terved. Ezzel mi újság? Így van. Mivel most ez az évem, ez nagyon-nagyon húzós lesz, több helyen is dolgozom, ezért úgy döntöttem, hogy szeretnék mindent maximálisan megoldani, illetve helytállni, hogy jövő ősszel kezdem a következőt, tehát most februárban fogok jelentkezni a következő szakra, vagy mert meglátjuk, hogy biztos, hogy tovább fog tanulni, tehát az 1000%, de most nem fért volna bele az időmbe. Tehát valaminek biztos, hogy rovására ment volna, és ezt nem szerettem volna, úgyhogy februárban ugye lesz majd jelentkezési határidő, addig eldöntöm, hogy mi a következő. Szerintem tök jól teszed, mert egyébként pont arról is beszélgettünk az előző adásban, hogy néha egy kicsit meg kell tudni állni, és azt mondani, hogy na jó, itt vagyok én is, mert lehet, hogy ez a robot, ez visz minket előre, csak néha egy kicsit pihenni is kell. És mondjuk erre tök jó az az adventi időszak is. Meg hát szerintem rád fér így a sok munka mellett, hogy egy kicsit szünetelj. Úgy látod rajtam. Nem, kívülről nem. Köszönöm, Szilvia. Most az előző mert hogy ugye említettem, hogy egy picit belenéztem azért az előző adásba, és akkor tényleg nagyon sokat mondtál erről. Tehát sok volt az, amit mondtál, hogy fú, milyen sok volt a szerep, a tanulás, az éjszakába nyúló tanulás, szakdolgozatírás, stb. Meg én is említettem akkor is, hogy állandóan, amikor összefutottunk, akkor mindig csak az volt, hogy szia, és már rohadsz is. Tulajdonképpen nem változott most sem a helyzet, mert hál' Istennek nagyon sokféle fajta munkám van, tehát nem csak a színészet, hanem azon kívül más is. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanúgy történik minden, tehát ugyanúgy éjszakánként e-maileket írok, vagy olvasok, vagy tanulok, vagy bármi más csinálok, de nekem ez az életem, tehát tulajdonképpen szerintem baj lenne, hogyha ez nem így történne. No, András, te hogy vagy nálad, Mizu? Most vagy túl éppen a második COVID-betegségem. Igen, úgyhogy szerencsére már túl vagyunk rajta, de nem volt jó, úgyhogy mindenki azért csak legyen óvatos, mert itt van még ez a vírus velünk. Hát a családban a legfontosabb, a magánéletben a legfontosabb az érzés, amit szerintem nagyon-nagyon sok szülő tapasztalt már, hogy a gyermekért egy vizsgáján, valamilyen versenyén, amikor izgulunk, akkor sokkal nagyobb izgalom, mint amikor annak idén saját magunkért izgultunk. Hát mi esztendőnket, ez meghatározta, hogy a nagyfiunk érettségizett, felvételizett, aztán miután ezek szerencsére jól sikerültek, ez elkezdte az egyetemi tanulmányait, úgyhogy ez egy nagy izgalom volt a család életébe. Ahogy ez meghatározta az egész esztendőt. De hála Istennek egyébként minden a legnagyobb rendben van. Hát, hogy a városban meg mi van, azt meg szerintem, és a városban Mizu, azt meg szerintem a fehérváriak látják, akár az én oldalaimon, akár pedig a saját tapasztalataikból. Ugye ez egyáltalán nem könnyű esztendő, hogyha egy picit visszaugrunk az időbe, akkor ugye indult valamivel, ami bárhol is történik a világban, az nem jó, hiszen emberéleteket követel, ugye ez a háború, de szerintem egyikünk sem számított arra, hogy mi meg fogjuk élni azt, hogy Európában ismét háború lesz, legalábbis én biztos nem számítottam rá, de hát tudjuk, hogy aztán sajnos februárban megtörtént, és azóta is zajlik, ennek aztán számos társadalmi és gazdasági következménye van a világ egészére, de ránk is nyilván. Aztán ugye volt egy választás ebben az esztendőben, amihez mindig kampány kapcsolódik, ez soha nem könnyű időszak szerintem senkinek, mivel a közéletben dolgozóknak aztán a legkevésbé, és aztán pedig sok mindennek, ami a világban zajlik, ugye látjuk a következményét, amit most ha egy szóval kell összefoglalni, energia, és annak egyébként minden pénzügyi következménye, ami nyilván nem tette ezt az évet egyszerűvé. 2019 őszén kezdődött ez az önkormányzati ciklus, ugye 20 legelején pedig jött a pandémia első szakasza, tehát valójában most már az egész önkormányzati 5 esztendő, ez valójában válságmenedzsment telik el. Tehát az ember ezt nem várta, meg nem választotta magának, de hát most ezt adták,
ezt kell megoldani, és mindig azt szoktam mondani erre, hogy ez a város több mint 1000 éve itt van, úgyhogy ennél sokkal nehezebb időszakokat is átélt, mi meg pedig mindig a Mizut, azt magyarul mondjuk el, úgyhogy szerintem így lesz ez most is, de nyilván nekünk most ez nem könnyű időszak, szerintem ezt mindenki érzi. Nehéz döntéseket kellett hozni megint, ami egyáltalán nem feltétlenül öröm az embernek, mert közösségi tereket, közösségeket érint, de hát a felelősség ez is hozzátartozik. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas esztendő volt. Talán ez is, és érzem azt, hogy pillanatokat elment. Tehát, mint hogyha akár az augusztusi beszélgetésünk tegnap lett volna, akár tavaly itt van előttem az adventi pillanatból, nagyon-nagyon-nagyon időszakból nagyon sok pillanat, és pillanatokat itt vagyunk egy évvel később, és megint itt vagyunk az adventi időszakban. Ez azért az ember szerintem mindig arra kell egy kicsit késztesse, hogy picit próbáljunk lelassulni, és olyan dolgokkal foglalkozni, ami igazán fontos az életben. Ezt van, amikor sikerül megvalósítani, valamikor meg kevésbé, de az idő az rettenetesen gyorsan megy és rohan. Igen, az biztos, hogy ez az elmúlt néhány év, ez nagyon sokat tanít nekünk. Tehát, hogy ugye beszéltük is ezt korábban, hogy egyszer csak jött ez a 2020, és akkor olyan dolgok jöttek azóta, amikről tényleg az ember rémálmaiben sem gondolt volna. És hát tényleg volt azért egy olyan békésebb időszak itt a például mi történelmünkben is, amikor nem kellett ilyenekkel foglalkozni, most meg miket élünk át. Talán egyébként azt a tanulságot hozza ez számunkra, hogy akkor ezt nem biztos, hogy értékeltük. Most persze utólag tudjuk, hogy az milyen nyugodt, békés időszak volt, de akkor, amikor ebbe benne voltunk, akkor ugyanúgy éreztük, hogy megvannak a nehézségek, és biztos, hogy megvoltak, csak legfeljebb más szintűek voltak ezek a mostaniak, és ezért érdemes talán arra fölhívni a figyelmet, hogy még ilyen nehéz időkben is vannak szépségek az életben, sőt, alapvetően az élet szép. És most a harmadik gyertyát gyújtottuk meg a hétvégén, ami mégiscsak az örömről szól, és talán éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy van minek örülni az életünkben, és hogyha ezt meg tudjuk találni, akkor a nehézségek nem tűnnek annyira nehéznek, és az élet pedig nagyon is tud szépnek tűnni, és szerintem ez egy emberi képesség, és hogyha ezzel a képességgel élünk, akkor a saját magunk és a környezetünk életét is ezzel könnyebbé tudjuk tenni. Úgyhogy ha van ennek a nehéz időszaknak tanulsága, hogy amikor akár ezen belül is megvannak azok a szép pillanatokat, azokat érdemes észrevenni, és érdemes belőle erőt meríteni, és hogyha ezt megtesszük, akkor rájövünk, hogy valójában ezek a fontos kérdések, amit el is vonzott, azok az emberi kapcsolatok. Hát nem kell sok ahhoz, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat megéljük. Egyszer csak elég a másikat fölhívni, ráérsz este, igen, találkozzunk, beszélgessünk. És ha ez megvalósul, akkor mi baj történhet aznap már, hiszen mondjuk olyanokkal töltöm el az időt, akiknek a társaságát szeretem, és akik esetleg az én társaságomat is kedvelik. Tehát nem kell sok ehhez a fajta boldogsághoz, észre kell tudnunk venni. Ebben mi magyarok azért nem vagyunk annyira erősek. Amikor az ember Olaszországba vagy Spanyolországba jár, szerintem a döntő különbség az, amit észreveszünk, hogy ott az ember olyan azt lesz észre, mint ha mindenki mindig mosolyogna. Pedig nekik is bizonyára megvannak a maguk nehézségei, de azt mindig tudják, hogy de az élet az nagyon, nagyon gyorsan elmegy, nem buskomorsággal teljen, hanem inkább mosolya, jókedvel és örömmel, és ezt igenis meg tudjuk találni magunkban is, és nyilván a saját környezetünkben is. Szerintem gondolom, hogy a vasárnapi misén hasonló gondolatok hangoztak. Igen, azt akartam, hogy az András nem tudom, nálam volt-e misén. A Bazilikában voltam egyébként, István, hogyha hasonló dolgokat mondott, de teljesen. De ugyanezekről beszéltem én is, hogy milyen fontosnak tartom én is azt, hogy igen, az örömnek a gyertyát, de hogy megtaláljuk azokat az öröm és erőforrásokat, amik ott vannak az életünkben, mert hogy olyan könnyen bele. Tehát amiket most az András és az István, aki is mondott valószínűleg, hogy olyan könnyen belefordulok abba, hogy mi az, ami nem sikerül, mi az, ami nem működik, ami attól még ott van az én életemben, mi az, ami nehéz, az attól még ott van az életemben, de ha azt az egy apró jót nem veszem észre, akkor ez a pici erőforrás is elveszik az életemből, ami tovább tudna vinni, vagy amivel én tovább tudnám vinni másnak az életét, a gondolatait. De ezért is volt izgalmas, mert amikor most a gyertyagyújtáson a Péterrel, Rót Péter úrral voltunk együtt, a polgármester úrral, akkor hát ő is ugyanebben a gondolatkörben mozgott, és hogy kiálltunk egymás mellé a színpadon, a Péter elmondta ezeket a bátorító gondolatokat, hogy energiaválság, nehézség, de hogy akkor fontosak a kapcsolatok, a fényre figyeljünk el. És így álltam, hogy akkor én most mit mondjak el? Na mindent elmondott előttem, hát akkor én is próbálkoztam, megismételtem én is ugyanazt, mert mondtam, hogy ez nekem is ugyanolyan fontos, hogy akkor ezt a templomokban is hallják az emberek, meg akkor itt is hallják az emberek, de szerintem ez az a harmadik adventi hét, azt hiszem, hogy erre tudja talán ráirányítani a figyelmünket. Ugye a katolikus gyakorlatunkban ilyenkor rózsaszínbe öltözünk, ritka alkalmak, amikor így
férfiak rózsaszínben csinálnak valami különleges szertartást, de ez az év egyik ilyen alkalom, ugye a másik a nagybőjt negyedik vasárnapja, de ilyenkor advent van erre. És pont azért is van, mert hogy az advent maga is, amit említett, hogy elcsöndesedés ideje, szóval az advent maga is egy ilyen bőti időszak, ezt kevésbé szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak a nagybőjt van, mint bőti időszak a húsvétra készülés, hanem az adventet is kisbőjtnek is hívták annak idején, és pont ugyanolyan olyan visszafogásra, vagy visszafogottságra, annak ellenére, a harsányság ellenére, ami körülvesz bennünk, de tulajdonképpen ugyanarra az önmegtartóztatásra, elcsendesedésre, visszafogottságra hív meg az advent, hogy meg tudjunk érkezni a karácsonyba. És szerintem ez a picit talán a nehézség az adventi karácsonyoknak, mert most picit így élem meg, hogy ilyen adventi karácsonyok vannak, hogy így nem tudom, mennyire tudunk megérkezni bele az ünnepbe, hogy nincs egy ráhangolódás, hogy tulajdonképpen ünnep lesz. Ha már az ünnepnél tartunk, akkor ki hogy készül? Egy gondolatot mielőtt még válaszolnátok. Én most nagyon azt érzem egyébként, különösen ebben az évben, hogy ugye a gyerekek nőnek fel, mindig azt várják, hogy mennyi ajándék lesz majd a fa alatt. És ha jut rá, ha nem jut rá, én most azt mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek, mi lenne, hogyha most nem csinálnánk azt, ami minden évben szokott lenni, hogy tele lesz a fa alatt minden mindennel, mert tudom, hogy megvettem tavaly a robotot, azóta is ott van, szerintem ma nyitották ki egy év alatt először. Tehát, hogy annyi minden fölösleges dolgot megveszünk, csak azért, hogy ajándékozzunk, hogy valami legyen a fa alatt, és közben meg annyira fontos lenne az, hogy azt értékeljük, hogy ilyenkor együtt lehetünk. És én azt mondtam most a gyerekeknek, hogy próbáljuk meg inkább a picit értékelni, azt, hogy együtt lehetünk, azt, hogy együtt töltünk napokat, amikor nincsenek gondok, amikor csak még az iskolára se kell gondolni, semmire nem kell gondolni, csak magunkra. Úgyhogy, na mindegy, az én gondolatom csak ennyi zárójelben, és akkor ti hogy készültök? Zsófi? Hát én, ahogy szoktam, teljes ilyen nagy lelkesedéssel, ugye nekem a karácsony az egyik kedvenc ünnepem. Nagyon szeretem ilyenkor díszbe öltöztetni önmagamat is, úgymond, tehát nem vetlenül látszik ilyen a gyakláncom is, igen. Illetve amúgy a lakásomat is, ugye én nagyon szuper kis albérletben élhetek a belvárosban, és ilyenkor nekem ilyen mániám, nagyon szeretem, hogy már december 1-én tényleg mindent feldíszítek. Azt szoktam mondani, hogy nincs olyan csücsök, vagy kilincs, vagy bármi, ahol ne lógna valami karácsonyi. Hozzáteszem azért ízlésesen természetesen, bár szerintem egy átlag férfi kimenekülne onnan, hogyha oda be kellene lépnie, főleg, hogy idén változtattam, és a rózsaszínt meg a pirosat raktam egy színben így a karácsony, nálam az ebben jelenik meg. Én természetesen a családommal fogom tölteni, szerencsére idén Nógrád megyében a nyaralónkban, ahol két hatalmas cserépkályha üveg ajtóval szokott duruzsolni, igazi karácsonyfát szoktunk állítani, és mert az én szüleim ugye szépkorúak, ezért most már egyre inkább arról szól a karácsony, hogy nekik próbáljunk segíteni mind a főzés, sütésben. Szerencsére jönnek az unokák is, a testvéreim gyermekei, úgyhogy nálunk ilyen kis, békés, elvonulós, remélem jó hangulatú családi karácsony lesz. Jól hangzik. Gábor atya? Hát én arra készülök, hogy misézni fogok, nem keveset. De hát ez ettől szép az ünneplés, azt hiszem nálunk. Ugye 24-én a másik telepen is, Öreghegyen is lesznek pásztori játékok, vagy ilyen karácsonyi játékok, azt mindig várom, ahogy a gyerekek ott szerepelnek, és akkor ott lehet velük ünnepelni. Ugye lesznek az ünnepi misék 24-én este is, meg 25-én gyakorlatilag egész nap. És akkor amit úgy várok, 26-án lesz egy ilyen családi ünneplés nálunk. A tesómék vállalták azt föl, hogy az egész tornyai családot így összegyűjtik, akik itt Fehérvár környékén vannak, és 26-án délután náluk lesz majd egy ilyen nagy családi összejövetel. Szenteste ott leszünk náluk, ők tárcolaknak, oda megyünk ki hozzájuk, és koranyukámmal, meg a tesómékkal együtt leszünk ott. És hát amit még várok, a 28-a az egy ilyen családi férfi nap. Ó, igen, ilyen akkor tavaly is volt. Igen, és ez így jó lesz. És ez is egy nagyon szép hagyomány, mert ezt még annak idején apukám indította el. Ő hozzá kötődik nekem ez az alkalom, és most megy a apák, fiak, unokák, így együtt vagyunk fiúk, és akkor ez egy nagyon felszabadult együttlét, amit így nagyon, nagyon várok, és ez egy nagyon-nagyon jó kis alkalom szokott lenni. Úgyhogy valahol ez a kicsit egy kicsit munka vagy feladat, meg egy kicsit egy ilyen kapcsolatépítés vagy családdal együttlét, ünneplés, felszabadultság, úgyhogy ez már nem.
mellett? Tulajdonképpen nálam már egy ilyen október vége közelettével elkap ez az ünnepi láz. Először is én is nagyon szeretem ezt az ünnepet, ez egy kedvencem. Ugyanis akkor már azért jönnek ilyen felkérések, különböző fellépésekre, ugye a színházon kívül, a megyében, illetve a városban is. És mindig próbálunk ugye új dalokat tanulni, verseket, stb. Várjegyeztessára kolléganőmmel együtt, és ez idén is így történt, hogy mindig valami új jelenjünk a közönség elé, ezért tanultunk új dalokat az idei karácsonyi ünnepekre is. Tehát majd a kedves fehérvári nézők, akik majd sajnos nem árulhatom, hogy melyik nap, az adventi ablakban meg fogunk jelenni Eszter Sárával egy teljesen új dallal, amit direkt erre az alkalomra tanultunk meg. Úgyhogy én október végétől én karácsonyi dolgokat énekelgetek utcán, a buszon és mindenhol a színházban és magamban, és mondom a karácsonyi verseket. Egyébként pedig nálunk is hagyomány az, hogy advent első vasárnapjára a lakás fel van díszítve. Ez, mióta Marci megszületett, most már ugye 22 éve, ez mindig így van. Annyi különbséggel, hogy most már ő is készít nekünk meglepetést, tehát most már van, amikor éppen a anyukája vagy én se érek rá, és akkor meglep minket azzal, hogy ő készít el a lakásdíszítés, természetesen a családdal együtt töltöm az ünnepeket, és 27-én már játszom padlás előadást a színházba. Emellett pedig nekem kifejezetten azért is szeretem ezt az időszakot, mert próba és előadások között szinte minden nap kimegyek sétálni a városba. Tehát szeretem nézni az embereket, ahogy jönnek, mennek, ahogy éppen sietnek, nem sietnek, miről beszélnek, nem hallgatózom, csak hát nyilván az ember hallja, hogy elmegy egy család mellett, szeretek mellette fotózgatni, természetesen abszolút amatőr fotós vagyok a kis telefonommal, de szeretek ilyen pillanatokat feltenni a közösségi oldalamra, hogy Székesfehérvár karácsonyfája. És akkor most az idén pont úgy történt, hogy mielőtt felkapcsolták volna az ünnepi fényeket a városba, éppen sétáltam, és előtte pár nappal kipróbálták, hogy működik-e, és pont ott voltam. Természetesen lefényképeztem. Úgyhogy meg is mutattam a közösségi oldalamon az embereknek, hogy na, ezt láthatják majd advent első vasárnapján, hogyha kijönnek a belvárosba. Tehát én nagyon-nagyon szeretem ezt. És valóban pont ezek alatt, a séták alatt szoktam egy kicsit így magamba fordulni, és gondolkodni az élet nagy dolgain. És annyival egészíteném ki Andrást, illetve Gábor atyát, hogy szerintem amire még tanított ez az időszak mindenkit, vagy legalábbis bízom benne, hogy együtt sokkal könnyebb. És hogy az önös érdekeket mindenképpen valahogy háttérbe kellene szorítani, és felismerni azt, hogy ketten, hárman, tizen, százan, ezren sokkal több mindenre képesek vagyunk, és sokkal több mindent tudunk elviselni, és sokkal könnyebbé teszi a mindennapokat, hogyha egymásért is felelősséget vállalunk, és nem csak az önös érdekek visznek előre. Hát ugye ez mindig egy izgalmas időszak, mert egyszerre vesz az ember részt rengeteg adventi és előkarácsonyi programon. Másodszorban pedig közben az évet is zárni kéne, hogy minden egyéb szempontból a város életében, tehát ezek azért elég sűrű napok. De a karácsony viszont a másik oldalon viszont abszolút a csendesség és a nyugalom. Kevés, szerintem olyan nyugodt időszak van ma már a rohanó világunkban, mint a karácsony és egyet a két ünnep közötti időszak. És hát szerintem ezt az emberek nagyon-nagyon várják, ki is vannak rá éhezve, meg is érdemlik, és ezt szerintem mindenki, nyilván mi is ugyanilyen várakozással tekintünk rá. Hamar itt lesz most már, mert amennyire rohannak a napok, persze pillanatokat ott leszünk. Nagyon érdekes volt, ha már így előbb szóba került a vasárnapi misék rendje, akkor úgy kezdődött a bazilikába a mise, hogy a hittanosok egy pici verse, pici énekkel kísérve gyújtották meg a három gyertyát. Nagyon-nagyon szép volt és nagyon megható. Főleg azért, hogy gyakorlatilag megtelt a bazilika, és ez jó eső érzés volt, hogy az egyébként nem kicsi, ám bátor egyébként gyönyörűen felújított, ha már az évről beszélünk, akkor ezt is tegyük hozzá, elkészült belső térben az a sok ember, aki békességgel jött feltöltődni, egy kicsit lelassulni, kicsit várakozni, kicsit felkészülni, és a gyerekek pedig azzal az őszinte hanggal, amivel énekeltek, amivel verset szabaltak nekünk,
hogy ők pontosan ugyanabban az izgalomban várják a karácsonyt, mint bármikor a gyerekek várták, akár mi is, akár a gyerekeink is, és hogy mondani szokták, nekik is tartozunk annyival, hogy ugyanúgy megéljük velük közösen, már csak azért is, hogy megtesszük, akkor pillanatokat átragad ez ránk is. Úgyhogy ők nagyon-nagyon őszintén várják, és szerintem mi is ezt láthatjuk, érezhetjük, és ahogy szóba került, hogy nagyon is ki szokott lépni a színházból, ugye én is elég szerencsés helyen dolgozom, mert hogy a ablak alatt zajlik az adventi vásár, ott van a karácsonyfa, a diszkivilágítás, látom, ahogy a püspöki palota kertjébe mennek be, jönnek ki az emberek, ami egyébként idén is nagyon szép lett, és köszönjük az egyházmegyének, hogy megnyitotta. És én sok embert látok, és alapvetően nyugodt sétáló embereket, családokat, baráti köröket látok sétálni, legfeljebb a kisgyerek után való rohangáló édesanyát vagy édesapát. A gyerekek pedig csodálkoznak rá mindenre, a karácsonyfára, mellett a Betlehemre, vagy éppen a körbe menő kisvonatra, vagy a fényekre, aztán kérnek kürtös kalácsot, és közben mondjuk valami történik a színpadon, kinyílik az ablak, és az adventi naptárban megint valami szépet hallhatunk, érzékelhetünk. Tehát, hogyha az ember rászán annyit a saját idejéből, hogy ebbe a kis forgatagba lassan csak végig sétál, egészen biztos, hogy nagyon szép adventi hangulata lesz. Ha közben betér egy templomba, és ott magáért, közösségéért, családjáért mond egy imát, és egy kicsit magát is fölkészíti, akkor valójában azt hiszem, hogy ezről beszélünk, hogy rákészülés. És ha így készülünk rá, akkor tényleg szép lesz az a néhány nap, és feltöltődést fog jelenteni. Egyébként, ha azt kérdeznéd, hogy állok a mindenféle dolgoknak a begyűjtésével, akkor az a rendkívül rosszul. Ennek egyrészt az oka, hogy még igazán el se kezdtem, másrészt, ha elkezdtem volna, sem mondhatnám el a műsorban, mert még a végén lebukok, hogy Jézuskával mit próbáltunk közösen alkotni. De ami miatt most ezt előhoztam, hogy visszaigazolni szeretném, hogy kevésbé, ahogy mennek előre a gyerekek életkorukban, már kevésbé az ajándék, hanem az együttlét lesz a fontos. Annyira, hogy alapvetően a nagyszülők fele is mindig ilyen típusú ajándék van, hogy utána együtt töltsünk valamit, amit most nem mondok el, hogy mit fogunk jövőre majd együtt tölteni. Másodszorban meg most is egy kis utazásra készül a család a két ünnep között, és úgy látom, hogy ez izgatja most a legjobban a gyerekeket. És akkor kérdeztem, miért? Akkor azt mondták, hogy mi együtt leszünk. És hát a jó kedves baráti családdal megyünk, így a két család, úgyhogy ezt várja mindenki a legjobban. Tehát ahogy megyünk előre, a gyerekek is nőnek, valamikor az a szépség, hogy ott izgulnak, és valamit fölírtak a cetlire az előző hetekbe, és akkor csomagolnak, aztán pedig az, hogy együtt tudjunk lenni, anélkül telefon csörögne, hogy ránéznénk a tabletre, és sorolhatnánk. Most szerettem volna egy kis saját példát hozni még az én ajándékaimmal kapcsolatban, ami hasonló gondolatmeneten fut, de ezt most nem mondhatom el, mert biztos mindenki megnézi, és akkor látni fogják. De szerintem ez tényleg ez nagyon fontos, hogy az együttlét, és hogy az együtt töltött időt azt adjuk. És szerintem az advent eleve ad egy olyan lehetőséget, és azért ezt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok közösség ilyenkor leül egy ebédre, egy vacsorára, leül egyet beszélgetni, egy kicsit készülni erre a hangulatra. Most Gábor atyára nézek, mert nekünk is van egy kedves asztaltársaságunk, és pár nap múlva is, mi ugye az évvégén együtt leszünk egy esti beszélgetést, amit mi mindig elkezdünk hosszú órák, belenyúlik általában az éjszakába, és mindig nagyon-nagyon jó, és feltölti az embert, és ez igazán nem kerül semmibe, ez csak egy pici szervezésbe, és egy nagyon pici időbe telik, és fantasztikus sokat tud adni, és szerintem azért ezzel az emberek igenis élnek nagyon-nagyon sok helyen a városban. Még egy picit, hogy a karácsonyról elkanyarodva, most eszembe jutott egy másik olyan szó, ami nagyon fontos volt szerintem ebben az évben, és már picit említettük is, az a takarékosság. Hogy egy picit meséltek arról, hogy nálatok ez hogy valósul meg, ugye most mindenhol nagyon kell az odafigyelés, ugye nálunk is, itt a médiacentrumban, nálatok is, az önkormányzatnál, színházról nem beszélve, templomban is. Zsófi talán de otthon nem vagy most szerintem akkor. Hát a ugye? Lakásban tehát inkább sokat a nem tartózkodom, igen, inkább utazok, valahol vagyok éppen, mindig valahol vagyok.
de én sem nagyon tudom követni, hogy hol. Természetesen azért erre én is nagyon figyelek, hogy ahogy mondtam, szépkorú szüleim vannak, tehát arra is figyelek, igyekszem nagyon, hogy őket tudjam segíteni, hogyha bármiben szükségük van. Én nekem rögtön az a poén jutott eszembe, nem bírom ki, hogy ne hagyjam ki, pedig ez egy nagyon komoly téma, hogy igazából nálam a villanyszámlára sokat nem kell költeni, úgyhogy ez egy ilyen jó dolog, ugye, hogy látásérként az ember a rosszban a jó, hogy ezt meg tudja úszni. Ettől függetlenül azért most a karácsonyi fényeket azért néha bekapcsolom, hiszen ez nekem a még maradék látásommal olyan gyönyörű csillogást és ünnepi hangulatot ad, hogy azt mindenképpen igénylem. A saját körömben, a saját kis életemben, amelyet ugye tényleg nagyon sokat utazok és járom a városokat, igazából az egész országot járom most már előadásokat tartani. Emellett nagyon próbálok figyelni arra, hogy takarékos legyek, hogy úgy vásároljak be, de ez nekem mindig is tudatos volt, tehát ugye erre nagyon kellett figyelnem látássérültként, hogy én nem tudok például minden nap elmenni bevásárolni, ugye nekem ahhoz segítséget kell igényelnem, vagy kérnem. Ezért én két hetente vásárolok be, úgyhogy nálam nem az van, hogy jaj, elfelejtettem a tájfölt, akkor elugrok a boltba, hanem én nagyon tudatosan bevásárolok, lefagyasztom, szelektálom, és próbálom úgy kialakítani az életemet, hogy ne pazaroljak se élelmiszert, se mást. Gábor atya? Hát ugye nálunk leginkább a fűtés a nagy kérdés, meg a gázfogyasztás, vagy a gázhasználat. Úgyhogy ugye a plébániai épületem az lakóépületnek minősült, tehát ilyen szempontból mondjuk ez, ebben szempontból védett vagyok. Ugye az Almási telepi plébániánál, illetve a közösségi házunk kerül olyan helyzetbe, mint ami a városnak a középületei, hogy most egy jó pár hónapra valószínűleg le fogjuk zárni, mert olyan költségek vannak, amiket nem tudunk igazdálkodni. Ezt meg kell húznunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a leginkább, meg hát mi már, én bennem régóta bennem volt ez, hogy mondjuk például az izzókat cseréljük ki, LED izzókat használjunk, gyakorlatilag az öregi templom, az összes templomot már régen kicseréltük, még mielőtt ez az egész energiaválság bejött volna, mert azért úgy nekem az bennem van a fejemben, hogy azért ha valaki, akkor valahol az egyháznak egy nagyon fontos üzenete tud lenni a társadalom felé, az, hogy mondjuk mi a teremtés védelemi szempontból, mondjuk egy a világi szempontból emlegetjük, hogy ez zöld gondolkodás, de hogy nekünk ez a teremtés védelmi szempont, hogy a Jóisten ránk bízta ezt a világot, felelősek vagyunk azért, hogy hogyan élünk benne, és hogy szeretnénk kialakítani olyan megoldásokat nálunk a plébánián is, közösségi szinten is, amik mondjuk ebbe az irányba mutatnak, és azt döntöttük, hogy vettünk egy ilyen szódagépet közösségét, és akkor azt kérjük a csoportoktól, hogy ne hozzanak buborékos vizet, milyen flakonos buborékos vizet, mert hogy akkor annyival kevesebb műanyag flakon dobálunk ki a szemétbe egy csomó levegővel együtt, hanem akkor ott van a buborékos víz, és akkor azt tudják használni, vettünk poharakat ahhoz, hogy akkor ne kelljen kidobálni a műanyag poharakat, papírpoharakat, amikor megint szemetet gyártunk, tehát hogy próbálunk ezekre odafigyelni, és megtalálni azokat a lehetőségeket, független a mostani helyzettől, meg hogy takarékoskodjunk, hogy van egy világ, amiben benne élünk, és amit a Jóistentől kaptunk, és amiért felelősek vagyunk, és hogy próbáljuk, törekszünk arra, hogy mondjuk akár akik oda járnak Öreghegyre a gondolkodásukban, azért ez bekerüljön. Most szeretnénk egy nagy komposztálót kialakítani, ez egy extra, mert akik kertes házban vannak, azoknak ez természetes, de hogy erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy akár valami közösségi komposztálóként, ha az működni, hogy akinek olyan zöld szemete van, akkor odahozza, és ne a szemetet növeljük valahol, hanem tudjuk ezt is hasznosítani. Uh-huh. Tehát ilyen apró ötletek, amiket szeretnénk bevinni a közösség gondolkodásába, életébe. Voltam egy olvasópróbán a múlt héten. Nem te voltál benne, de akkor a igazgató úr mondott nagyon kemény szavakat, tehát mondta, hogy nagyon oda kell majd figyelni, és hogy mindenféle megoldás létezik arra, hogy hol fogtok tudni próbálni, hogy nagyon nehéz időszak jön, de aztán majd talán ilyen márciustól már rendben lesznek a dolgok, és akkor minden oké lesz. Nálatok ez, vagy te ezt hogy éled meg, hogy mennyire nehéz? Mert ugye igazgató úr mondta, hogy lesznek olyanok, amikor a körülmények nem biztos, hogy olyanok, hogy mondjuk öltöző van, stb. Tehát azért nehéz ez így, gondolom. Igen, mindenképpen meg kell említsem a tudatosságot, hogy felerősödött bennem. Tehát bevallom őszintén, hogy régebben otthon mondjuk égett a szobába a villany, a nappaliba, a konyhába. Nem igazán és nem mindig figyeltünk erre oda, hogy aztán nem így kellene. És most valahogy ösztönösen már jön az, hogy ha az egyik helyiséget nem használjuk, akkor a villanyt lekapcsoljuk, és ez átragad a munkahelyre is. Tehát abban a pillanatban, hogyha kijövök az öltözőből, akkor lekapcsolom a villanyt,
ugyanúgy az öltözőtársam a Kozári Feri, ha ő bemegy, felöltözik, kijövünk, lekapcsolja ő. Tehát, és azt veszem észre a kollégáimon is, hogy annyira fontos egyrészt a munkahelyünk, másrészt az, hogy dolgozhatunk, és hogy ott lehetünk, hogy tényleg mindenki figyel mindenre. Tehát, hogy ablak nem maradhat nyitva, hogyha egy picit megy a fűtés, illetve, hogy tényleg nálunk is ledízóra ki lett cserélve nagyon-nagyon sok helyiségben, és hogy mindenki nagyon figyel. Valóban most indul egy ismeretlen időszak az életünkben, de én még mindig azt mondom, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha nem dolgoznánk. Tehát, hogyha visszagondolok arra, hogy a Covid alatt be voltunk zárva és nem dolgozhattunk, akkor én azt mondom, hogy annál bármi jobb. És én nem is úgy készülök erre az időszakra, hogy jaj, ez most nehezebb, hát nem lesz öltöző, nem lesz, akkor majd felöltözünk valahol, de játszhatunk, ami az életünk. És én azt gondolom, hogy ha erre van lehetőség, akkor mindent túl lehet élni, és hát bízunk abban, hogy minél hamarabb visszamehetünk majd a gyönyörű színházunkba, de addig is, amire mi felesküdtünk, hogy adni az embereknek, hogyha ez a lehetőség adott, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy milyen körülmények vannak, szerintem mindent túl lehet élni. Úgyhogy én egyáltalán nem izgulok, és nem félek. Én csak azért maximum, hogy minél több előadásunk legyen, és hogy tényleg tudjunk játszani. András, nálatok is nagyon sok döntést kellett hozni, ugyanúgy, hogy mondjuk nálunk is szabályozni kell ugye a hőmérsékletet, stb. Ráadásul most felújítják az épületet, úgyhogy gondolom, hogy nem olyan könnyű, de nálatok is van azért megoldás. Ugye év végéig befejeződik a felújítás, nagyon nagy része, lesz egy két, majdnem három hetes időszak, amikor a Városháza épületét szinte teljesen lezárjuk, alapvetően nyilván költségtakarékossági okokból. Ügyfélszolgálat azért lesz, más épületekben fogunk dolgozni, mint ahogy a Városháztér 2-es épület, belül a kollégák eleve már átmentek a Hímerházba hetekkel ezelőtt, tehát így azért lehet megtakarításokat elérni, aztán meg persze majd utána értékelni, hogy valójában mi az, ami ebből tényleg igazán hatékony döntés volt, mert egy kicsit azért mindenki tapogatózik, mert nem csináltunk ilyet hosszú-hosszú évtizedek óta, miközben mondjuk akik nézik a műsort, azok között vannak olyanok, szerencsére még abszolút sokan és szép számmal, akik azért a szénszünet kategóriáját az pontosan ismerik, és fölnőttek, és egyébként aztán meg fölneveltek bennünket. Tehát a takarékosságnak szerintem mindig lehet létjogosultsága, most egy kicsit a saját bőrünkön megtanuljuk ezt. Talán egyébként ebben a nem könnyű időszakban is lehet erőt merítve tanulni azokból a tapasztalatokból, amit most gyűjthetünk. Úgyhogy ha ezt képesek vagyunk levonni, akkor ebben az időszakban is lehet találni ilyen előrelépést jelentő értékeket. Mondjuk, ha egyébként a színházról beszélünk, akkor ebben az időszakban a nagy bejárati ajtók kerülnek, nyilászárok kerülnek majd kicserélésre. Egyébként nagyon-nagyon sok LED csere fog megtörténni a színház épületén belül, ahol az eszközt, haraforrást a város biztosítja, viszont a színház dolgozói műszaki kollégái azok, akik magát a cserét meg fogják valósítani. És hát persze abban bízunk, hogy egy kicsit azért korábban ki fog nyitni az az épület annál, mint amiről most a döntés szól. Ez azért lenne fontos, mert akkor ugyan kicsit sűrű menetben, de az évadot ronda szóval ki lehetne játszani, és akkor nem maradna el a mondjuk júniusig, júliusig bezárólag a bérletes előadások közül semmi. Azaz, ha nem is januárba tudunk elmenni színházba, de el tudunk menni mondjuk márciustól színházba, és utána van erre lehetőség nyárig, aztán kezdődhet az új évad. Ugye ott az úszoda kérdés, amit szeretnénk valahogy megoldani, mert látjuk, hogy ez az embereknek fontos. De én egyébként nagyon nagy türelmet és megértést tapasztalok. Tehát az emberek visszaigazolják azt, hogy elfogadták, hogy most ez a helyzet. Nagyon örülnek annak, hogy az energia és az energiaárak tekintetében azért ez az otthonok jelentős részébe nem szűrődik be, hiszen a távhővel fűtött lakásoknál gyakorlatilag nem emelkednek a díjak, ezt azt gondolom, hogy értékelik, és látják, hogy közben a középületeknél meg olyan fantasztikus, brutális költségnövekedés van, amit meg kell valahogy próbálni kezelni. De tanulságokat utána le kell vonni, mert várhatóan sajnos az energiaárak nem fognak oda visszatérni, onnan elindult ez a helyzet. Magyarul a következő években ezzel együtt kell tudnunk élni, és így kell tudnunk egy kicsit berendezni az életünket. Nem biztos, hogy olyan adhok módon, mint ahogy ezt most meg kellett tenni, de lesz tapasztalat, és akkor meg lehet nézni, hogy ebből mi működhet majd 1-2-3
tél múlva, de ki kell használni a lehetőséget. Megint a színházból hozom a példát, ugye most már lassanként bejelentésre kerül, hogy maga a Városházának a díszterme is a Vörösmarty Színház egyik játszó helye lesz heteken keresztül, ott majd februárban meg márciusban. Ennél többet most ne jelentsek be, de én nagyon-nagyon örülök, és nagy örömmel mondtam igazgató úrnak, hogy hát ott a Városháza díszterme, hogyha ott el lehet képzelni valamilyen előadást, akkor ott az rendelkezésre áll a jövő év első időszakától kezdve, és jött az ötlet. Az ötlet az pedig úgy látom, hogy meg is fog valósulni, és ez az ötlet sem jött volna, és ez az előadás sem valósult volna meg akkor, ha egyébként minden a megszokott rend szerint ment volna. Tehát mindenből lehet tanulni, én nyilván csak türelmet meg megértést tudok kérni az emberektől, meg azt, hogy a takarékoskodás az nem csak azért fontos, mert most muszáj, hanem azért is, mert tényleg hajlamosak voltunk egy picit többet fogyasztani annál, mint amit feltétlenül szükséges, és ez egy földünk van, annak egy erőforrás rendszere látszik, hogy ez sok tekintetben sérülékeny, most nem csak a mostani helyzetre gondolok, hanem akár a nyári aszályra, ami nem is csak nyári aszály volt, hiszen tavaly télen egyáltalán nem esett olyan mennyiségű eső, vagy éppen csapadék, mint ami akár most november-decemberben már, és azért láttuk, hogy ennek milyen következményei voltak a nyári, vagy éppen az őszi időszakban, elég csak a Velencei tóra elmenni, akár még most is megnézni az ottani vízállást. Tehát kicsit az embernek szerényebben, és talán egy kicsit jobban alkalmazkodva, és egymásra egy kicsit jobban odafigyelve kell élni. Kaptunk mostanában néhány figyelmeztetést, én a pandémiát is részben ilyennek tartom, most ezt a helyzetet is. Fontos lenne, hogy ezekből tanuljunk, és azért nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy mi most ezekről a problémákról beszélgetünk, de békességben. És tőlünk néhány száz kilométerre pedig városokat lőnek szana szét, emberek halnak meg, kell elmenekülni az otthonaikból, és ezt nekünk viszont így közvetlenül nem kell szerencsére megélni. Ehhez képest ezek a problémák ugyan valóban okoznak nehézséget, de ameddig jó beszélgetésben, jó társaságban, békésen tudtuk ezt megtenni, majd hazamegyünk a saját családunkhoz, szeretteinkhez, a nyugalomba, békességbe, addig azért azt mondom, hogy még minden a helyén van. És hogy említetted az asztályt, az előző adásunk végén, nem tudom mennyire emlékeztek, de akkor pont az augusztusi események előtt álltunk, az augusztusi utolsó hétvég előtt, és akkor mondtuk, hogy Gábor atya mondjon imát, és akkor itt egyezkedtünk, nem emlékszel rá? Itt egyezkedtünk, emlékszem, hogy hánytól hányig esett az eső. Igen. És volt akkor, és nem is emlékszem. Volt. És minden tökéletesen működött, Gábor. Egy pici időbeli csúszás volt, ha jól emlékszem, de összességében rendben. Minden összejött, csak más. Viszont akkor arra nem volt időnk a műsor végén, ahogy kezdtem is a mai műsort, hogy elmondjuk, hogy milyen tervek vannak, úgyhogy nagyon picit az órára néztem, és látom, hogy tényleg pár percünk van, úgyhogy mindenképpen mondjátok el, légy szíves, hogy milyen tervek vannak a 2023-as évre, hogyha van ilyen. Zsófi. Röviden. Nekem mindig nagyon sok tervem van, meg nagyon sok ambícióm. Én most ilyen nagyon sok rétűen, sok szálon futatom csúnya szóval élve az életemet, meg a kis terveimet, céljaimat. Egyrészt ugye az alapjárat, az mindig az önkormányzati munka és az érzékenyítő órák. Emellett minél ügyesebben, jobban szeretnék teljesíteni a másodállásomban és a Veszprémi Színháznál. Viszont ami a kis szívemnek melengető cél, az ugye a saját egyesületemnek a kiteljesedése. Ez is nagyon sokrétű lesz. Az egyesületem neve, gondolom, elmondhatom, az Mindenki Képes Egyesület, és az a mottóm, azt szeretném, hogy élményt mindenkinek. Tehát egyrészt járni az országot, előadni az épp társadalmat ugyanúgy, mint eddig érzékenyíteni, legyen ez felnőtt vagy fiatal korosztály. Másrészt pedig a sorstársaimnak szeretnék itt legfőképpen a megyére koncentrálva, klubhelységgel, programokkal, kirándulásokkal, minden olyan élményt adni, ami egy fogyatékossággal élőnek, egy kerekesszékesnek, egy Down-szindrómásnak, egy lehetességüknek nehézség, egy látónak, egy egészséges épp embernek meg egy természetes dolog, legyen ez egy csónakázás, korcsolyázás, motorozás, hogy az egyesületemmel ez a brandépítés a jövőbeli egyik legnagyobb terv, hogy minél több élményt tudjak adni a sorstársaknak. Meg emellett folyamat megy a social médiának a fejlesztése is, hiszen amúgy az internet nagyon pozitív is tud lenni, és az internet segítségével nagyon sokakhoz elérhet a kis igény, hogy minden ember képes. Nagyon jól hangzik, akkor sok sikert kívánunk hozzá. Gábor atya? Gondolkodtam, hogy
milyen tervén is vannak kövévre vonatkozóan, vagy hogy mi az, ami valami különleges, csak tulajdonképpen a saját személyes dolga, amit tudom most idehozni, hogy ugye ez az iskola, ez a képzésem, ez folytatódni fog, még a jövő évben tavasszal is és ősszel is, tehát jövő ősszel fejeződik be, vagy így december környékén fejeződik be ez a képzés. És hát már ugye én is úgy vagyok, mint a Jani, hogy már gondolkodom azon, hogy mi az, amivel jó lenne még keresni, úgyhogy, vagy folytatni a tanulmányokat, úgyhogy már úgy keresem, hogy mi is az az irány, amivel még szívesen, még nem tudom megmondani, hogy a jövő augusztusi mizuba biztos, hogy fogom tudni mondani, vagy ha tavasszal esetleg eszik húsvéti mizuba, akkor az ide már remélem meg tudom fogalmazni. Ez a személyes élményem, vagy tervem, ami meg így közösségi szinten igazából egy különleges tervem nincsen. Igazából most nagyon élvezem azokat a folyamatokat, amik elindultak a plébániának, a kis közösségek, csoportok, szolgálatok működésében, és ha valami terve ezzel kapcsolatosan az, hogy valahol ezt tovább erősíteni, ezeket a kapcsolatokat, vagy sokszor megetett kapcsolatokat ebbe az irányba mozdítani, ezeket a csoportokat, szolgálatokat, hogy egymással is, meg az Istennel való kapcsolatukba erősödjenek. Uh-huh. Tulajdonképpen ennyi. Jani? Hát természetesen színház. Első helyen. Tanulás. Ugye februárban akkor beadom a jelentkezésemet. És eldöntötted már, hogy melyik szakra? Nem. Még ezt nem. Annyi, az az igazság, hogy annyi minden érdekel, hogy... Hagyott a következő mizura is kérdés. Igen. Tehát, hogy most legyen mit kérdezned. Igazából ezért készültünk. Ugye? Igen. Tehát az mindenképpen, illetve bízom benne, hogy összejön két nagyon jó projekt. Az egyik egy városi, a másik pedig egy megyei kulturális rendezvényre kaptam felkérést. Mind a kettő nagyon izgalmas, de sajnos egyre nem mondhatok el róla többet, de hát nyilván itt lesz a városban, illetve a megyében a más, az egyik tavasszal, a másik nyáron, ami nagyon-nagyon izgat, és nagyon-nagyon várom, hogy valósuljon meg. Izgalmas lesz színészileg, mind a kettő nagy kihívás, nagyon nagy kihívás. Úgyhogy ezeket nagyon várom, illetve azt, amit mondtam az előbb, hogy legyen lehetőségünk játszani. Tehát, hogy ez mindenképpen, hogy játszunk. És ami talán a legfontosabb, vagy ami most a legnagyobb vágyam, az, hogy minél több olyan közösségi élményt adni az embereknek, ami színházon kívüli, kultúrával kapcsolatos, és ami erősíti a hitet, az emberséget, a szeretetet, az összetartozást, keresem ezeket a különböző dolgokat, hogy hogyan tudnék még adni az embereknek. Tehát valahogy hogy azt érzem, és ez mindig is visszaigazolt, akár önkéntes voltam, akár színészi munkára gondolok, bármi másra, hogy az ember azt gondolja, hogy ő ad, és mindig rájössz, hogy te mindig sokkal többet kapsz vissza. És nem azért szeretném, hozzáteszem gyorsan, hogy én minél többet kapjak vissza, nem erről van szó, hanem a közösségi élmény és annak az ereje. Tehát, hogy ezt mindenképpen ez a kitűzött céljaim között szerepel, hogy minél több ilyet hozzak létre. Akkor augusztusban majd megfejtjük, hogy mi volt ez. Jó, elmondom majd. András, hát terv az gondolom már egy csomó minden papírra van persze, írva. Terv az rengeteg van, de inkább kíváncsiságaim lennének most alapvetően a következő napokra, hogy kicsit legyen jobb az idő, hogy az emberek össze tudjanak jönni, és ezeket a közös élményeket meg tudják élni, mert muszáj egy kicsit a lélekben, szívben is feltöltekezve neki menni a tél második szakaszának. És hát jó lenne ezt az időszakot, ezt a lehető legkevesebb közösséget ért kárral túlélni. És ez megint csak azt mondom, nem kell sok, hiszen most neked köszönhetően például december 3-án azt gondolom egy csodálatos közösségi élményt éltünk át közösen délelőtt az országalma körül, amihez valójában nem sok minden kellett valaki, aki ezt a fejébe vette, kellett néhány ember, aki elkezdett szervezni, és aztán kapcsolatok, és a közösségek úgy döntöttek, hogy igen, van rá igényük, hogy igent mondjanak a felkérésre, és találkozzanak, és jól érezzék magukat 2-3 órán keresztül, pedig nem volt túl jó idő, de mégis együtt voltak az emberek. Igazán még sok pénzbe sem került, viszont szerintem óriási élményt adott nagyon-nagyon sokaknak. Ha ezeket megtaláljuk, akkor ezt az időszakot is könnyű lesz
átvészelni, sőt, talán még erősebben is fogunk belőle kikerülni, mint ahogy elindultunk bele, és hát szerintem közösen mondhatjuk, hogy mindenkinek tényleg nagyon szép adventi időszakot, aztán pedig áldott békés karácsonyt kívánunk, hogy azt a jövőre újra legyen Mizuról is válaszadásban beszélgetési lehetőségünk ebben a jó kis körben. Igen, és köszönöm szépen, hogy említetted az ölelést, mert egyébként arra is van igény, ahogy látszik már most, és én is tervezek már ezzel, úgyhogy szerintem jövőre is lesz, sőt... De akkor megkérdezünk téged, hogy nálad Mizu megjel, arra meg nem beszéltél. Én most nagyon sokat tudnék mesélni. Nagyon sok minden történt az elmúlt 23. december 3-a délelőtt mit fogsz csinálni? Szerintem ott leszek. Okay. És remélem, ti is ott lesztek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én azt kívánom, hogy minden kívánságotok, tervetek valósuljon meg a következő évben is, és hát legyünk jövőre is együtt itt, ugyanígy, nem csak decemberben, hanem korábban is, és hát mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt az év utolsó Nálatok Mizu című műsora. Jövőre is találkozunk, januárban új részekkel következik a műsor. Áldott békés ünnepeket kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.